Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Alleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, mai napon sok mindenre emlékezünk, elsősorban első csütörtök van, volt tegnap, ma első péntek, első csütörtökön a hivatásokért imádkozunk, első pénteken pedig mindig hivatások forrásáért, Jézus szentsége szívének szeretetéért, ezért adunk hálát és ezt kérjük. Ugyanakkor megemlékezünk ezen a mai napon egy égi születésnapról, Vincenti Bíboros úrnak az égi születésnapja van a mai napon. Hálát adunk érte is, hogy nagyon nehéz korban keresztény értéket képviselte. És ugyanakkor megemlékezünk Gáborról is, akinek a földi születésnapja van. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus szentséges szíve a szeretetnek a tárháza, hogyan a litániában szoktuk mondani, énekelni. Meg tudunk-e nyílni a tárház előtt? Tudunk-e meríteni belőle, amikor az élet küzdelmeit vívjuk? Föl tudjuk-e újra és újra fedezni azt, hogy jelen van az életünkben, különösen nehéz helyzetekben, és bízunk abban, hogyha ráhagyatkozunk, akkor az ő segítségével tudjuk képviselni az ő ügyét. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik az Úr föltámadásának kegyelmi erejét megismertük, a szeretet lelkének erejével új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi keresztény üldözés idején Saul még mindig dűtőlihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői. Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre ő megkérdezte: ki vagy te, Uram? A hang folytatta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Az utitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Kézenfogva vezették be Damaszkuszba, 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásban így szólt hozzá az Úr: Ananiás, itt vagyok, Uram, felelte. Az Úr pedig folytatta: menj az egyenes utcába, keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, nézd, éppen imádkozik. Ugyanakkor Saulnak is látomása volt, Ananiás látta, ahogy belép ő hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt: Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben szentjeid ellen. Felhatalmazáson a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja nevedet. Az Úr ezt válaszolta neki: menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a királyoknak és a választott népfiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie. Ananiás elment, belépett a házba, rátette kezét Saulra, és így beszélt hozzá: Saul testvér, Urunk Jézus, aki megjelent neked idejövet az úton, ő küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a szent lélekkel. Hirtelen, mintha valami hályogféle hullott volna le a szeméről, visszanyerte látását, megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi zsinagóga tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasza: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mert erős rajtunk az ő irgalma, és az ő hűsége örökké megmarad. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Halleluja! Jézus mondja: aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Kérdezték. Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.
Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, ugyaz is, aki engem eszik, én általam él. Ez a mennyből alászállott kenyér nem az, amit atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a János evangélium 6. fejezetéből olvastunk föl egy részt. Most már napok óta ezen elmélkedünk, emlékezzünk vissza. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret. És a nép fölelkesedik, és utána indul. És akkor Jézus erről a földi kenyérről, amit szétosztott, ami fölelkesítette az embereket, eltereli a figyelmet, és egy másfajta kenyérről beszél, egy égi kenyérről. És ezt az égi kenyeret önmagával azonosítja. És ebbe a kontextusba, vagy háttérbe illeszkedik bele a mai evangélium, megint egy gondolatot szeretnék kiemelni, amit mindig hallunk, de valahogy nem éljük át, vagy nem érezzük át annak a jelentőségét. Jézus azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ebben az eukarisztikus beszédben Jézus nem csak egyszerűen azonosítja magát a kenyérrel, nem csak azt mondja, hogy aki hát magához veszi, az ő találkozik vele, hanem megjelenik az egységnek a gondolata, hogy benne marad, és én ő benne. És ez a gondolat később a Szent Pál apostolnál több helyen is megjelenik. Amikor azt mondja, hogy amikor megkeresztelkedünk, a keresztelésre vonatkoztatja, akkor beleöltözünk Krisztusba. Egyé válunk Krisztussal. És még merészebb gondolat, amit a korintusi levélben írja, amikor azt mondja, hogy a Krisztussal való egység, az a mi egységünknek a feltétele is. Mindnyájan egyek vagyunk, mert egy kenyérből részesülünk, mondja. Tehát nem csak egy találkozásról beszél itt Jézus, ami az Isten és az ember között létezik, hanem egy egységről. És egy olyan világban, amiben ma élünk, ahol nincs meg ez az egység, egy széteső, erodálódó világban élünk, akkor nagyon fontos az eukarisztiát középpontba állítani. De Szent Ágoston mondja, hogy az eukariszt az egység jele is. Úgy mondjuk, de valahogy ennek a jelentőségét de nem fognánk föl. Tehát mi keresztény emberek, akik naponta vagy hetente magunkhoz veszük az Urat, nagyon sokszor megosztottságban élünk egymással. Háborúznak olyan országok, akik ugyanabból az eukarisztiából táplálkoznak. Ha erről az oldalról közelítjük meg, akkor azt kellene mondanunk, hogy az eukarisztiát kéne középpontba állítani, és róla kellene elmélkedni azoknak az embereknek, akik harcban állnak egymással. De a vele való egység teremti meg az egymással való egységnek is a feltételét. És ugye a II. Vatikáni zsinat pedig az eukarisztiát csúcsnak és forrásnak nevezi. Csúcs, ami egy olyan csúcs, ahol a legközelebb kerületünk az Istenhez, de ugyanakkor forrás is, mert abból tudunk meríteni erőt, amikor ezt a megosztottságot érezzük önmagunkban, vagy a világban, ahol élünk. Át kéne gondolni ilyen szempontból is az eukarisztiának a titkát, nem csak a is valóságos testéről, vagy véréről elmélkedni, nagyon fontos, hanem az egységet teremtő erejéről. Imádkozzunk azért, hogy ezt
a saját életünkben, ahol vagyunk, egy közösségben, egy családban, újra tudjuk elmélkedni, újra tudjuk gondolni, és ebből az egységet teremtő erőből, természet fölötti kegyelemből, Isten életéből részesülni tudjuk. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadtunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért. Add, Urunk, hogy Szentatyánk Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismeri az emberiség a békére vívő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, fiadnak szentséges szívére emlékezve első pénteken kérjük a belőle kiáradó kegyelmet, erőt, hogy azt az egységet, amiről az evangéliumban hallottuk, mi közösségeinkben meg tudjuk valósítani. Hallgass meg, Urunk! Mennyei születésnapját ünnepelve egykori főpásztorunknak, Vincenti Bíboros úrnak hálát adunk, hogy a te értékrendedet közített egy olyan világban, ami elfordult tőled. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, áld meg Gábort, földi születésnapját ünnepelni, és családját, hogy a te természet fölötti erődből merítve tudják megélni az egységet. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük föltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük örök dicsőségedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyessel részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Mosd le, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged,
de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá letértünk Krisztus a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és föltámadása által minnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendező ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül mondják. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Elsősorban Mindszenti József bíboros úrra emlékezzünk, akinek a mennyei születésnapja van. És mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlós boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadunk, Isten gyermekei vagyunk, nagy bizalommal, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesedtségét, aki összes uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
és mondjuk el közösen a lelki áldozás imáját azokkal, akiket a betegségük távol tart attól, öregségük, hogy itt legyenek közöttünk. De Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A megfeszített Krisztus föltámadt a halálból, és megváltott minket, alleluja. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad, az emlékezetére cselekednünk rendelt, akiért és uralkodik mindörökkön örökké. Háborús időket élünk, kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét a gonosszal szemben. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, ki a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.